Jó reggel, Vietnámi Dolce Tornán, Keeper jelentedik a legelső Farming Simulator 22 szuper reális szimulátor jellegű gameplay sorozattal. És arra gondoltam, ha már egyszer csinálunk egy ilyen videósorozatot, akkor mindenképpen csináljuk meg RP-be. És úgy gondolom, hogy nem tudok hitelesebben eljátszani más karaktert, mint saját magamat. A háttértörténetről annyit, hogy Keeper abba hagyta a gameplay videózást. Úgy gondolja, hogy Farming Simulator 19-ben és 22-ben és 15-ben gyakorlatilag a játékból szerzett tapasztalatot fel tudja használni a való életbe. Emiatt közvetítő haverjának a haverjának a haverján keresztül vett Csehországba egy telket, és nekiindult a kettes golfjával szerencsét próbálni. Leginkább azért, mert ugye Magyarországon a szar a helyzet, háborús vészhelyzet van, nagy az infláció, nincs pénz, nagy a drágaság, és a családjának akarja majd folyamatosan küldeni haza a pénzt. Úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen háttértörténet. Gyakorlatilag akkor most ugye valóságban vagyunk, ott hagyta a videózást, hoztam magammal egy fejkamerát, egy GoPro-t, azt felrakom a fejemre, és így folyamatosan tudlak, gyakorlatilag tudok videót csinálni, így a, mint egy ilyen videoblog-szerűen, ez a háttértörténet, és akkor vágjunk bele a lecsóba. Egyébként ugye a Logitech Farm Sim setup-pal játszok, a kormánnyal, a kezelőpanellel, de úgy döntöttem, hogy a gyalog, mármint a nem gépjárművel való mozgásokat, azokat billentyűzetes egérrel fogom, mert az processzebben meg tudom oldani. Na, akkor ennyi volt a háttértörténet, remélem tetszik, egyébként így már meg is van a cél, ugye mindig kell küldeni majd pénzt haza, azt majd írjátok meg, hogy mennyit. Én úgy gondoltam, hogy nem konkrét összeg lenne jó, hanem mindig százalékosan, esetleg minden tizedik résznél százalékosan nő, és így gyakorlatilag folyamatos küzdelem az életem, hogy teremtsek elő pénzt, és azt haza tudjam küldeni, de folyamatosan ugye a felét, vagy a 30%-át, vagy a 20%-át, vagy a 80%-át viszi el az asszony és a család, és emiatt mindig küzdelem kell, és gyakorlatilag azt kell elérnem, hogy ne csődöljön be ez a vállalkozás, amit én itt próbálok vinni. Na, ennyi volt akkor az expozíció, a háttértörténet, és akkor vágjunk bele a lecsóba, akkor megpróbálok én is átlényegülni, és akkor ezt nem akartam erről egy külön videót, gondoltam így a videó elején elmondom, és akkor csapjunk bele a lecsóba. Hú, gyerekek, na végre ideértem. Ja, sziasztok egyébként, bocs, hogy nem köszöntem be, nagyon szokatlan, hogy most nem egy gameplaybe vagyok, hanem itt a valóságban. Biztos meglepődtetek, meg hiányoltátok a videókat, hát sajnos valószínű, hogy gameplay videók nem lesznek Farming Simulator, de hát ellenbe megpróbálok így ilyen rendszeresen így felvenni ilyen részt, felraktam ide a fejemre ezt a kamerát. Egyébként itt vagyok most egy ilyen Csehországnak lévő falunak a határába. Hát gondoljátok, mi a francot keresek itt. Találtam egy ügynököt, aztán annak a haverjának a haverja az szerzett nekem egy ilyen telket elég olcsón. Hát elég olcsón, sajnos minden pénzemet rá kellett költenem, de egyszerűen nem tudtam mit csinálni, mert otthon nem éltem meg a munkámból, meg egyre drágább minden, tudjátok mi van, és csak akkor is gondoltam, hogy farming szimulátoroztunk eleget, valószínűleg, hogy ugye a valóságban is valahogy meg kell próbálnom elboldogulni. Hát, tartsatok velem, ha gondoljátok. Na, egyébként a kettes golfal jöttem, visszavásároltam, megvettem rá egy set BBS-t. Aztán ennyi volt, minden pénzre elköltöttem. 651 eurót hoztam magammal. Na, de akkor adjunk neki, kapcsolok egy világítást, indítunk egy motort, meg lökünk egy egyeset, aztán megpróbálom kifordulni. Ez a mély hú, ez nem nagyon tesz jót a én csodálatos kis golfocskámnak, hogy... Ó, de nagyon száguldoznak ezek. Jó, rendben. Jó van, talán jó lesz az a telek, amelyik
Bocs, hogy egyébként itt így ezek a szokatlan videók fognak most jönni, hogy ugye nincsen gameplay. De talán gondolom, megpróbálok. Úgy gondoltam, hogy ha már egyszer olyan sokat farmingoztunk, akkor annyira nem lehet nehéz ugye a valóságban, nem srácok. Megpróbálkoznék vele. De meg muszáj igazából, tényleg az a pénz, amelyiket ott a munkájában kerestem, abból már nagyon nem jöttünk ki. Aztán az asszony meg tudjátok milyen, költi a pénzt állandóan, mindig kell neki. Aztán nem tudom. Hát igen, ez a falu az. Remélem valami hasonló birtokot szerzett nekem. Találtam egy ügynököt, op, hát mi az, azt hittem. Na. Azt hittem kijön. Elég lengén van öltözve, jó ideg van. Hát sajnos januárban. Véget ért a karácsonyi szünetem, utána mondtam fel, hát azt még kihasználtam. Meg a családdal voltam egy kicsit, aztán így akkor kijöttem. Kijöttem ide. Nagyon messzire nem akartam menni. Németbe, meg arra. Az meg mi volt? Ott volt egy bicikli a fűbe. Egyébként az ügynöknek a haverjának a haverja szerezte ezt a területet. Mondta, hogy van egy kis farmház, amiben lesz egy számítógépem, abban meg tudom nézni, tudok internetezni, föl tudom tölteni ezeket a videókat, amit készítek itt a GoPro-val, meg még ráadásul ugye mondta, hogy azon a számítógépen majd nézzem meg a falunak a térképét, meg hogy tudnék kereskedni a különböző emberekkel, akik itt laknak. Nyitottak rá egyébként, van egy ilyen Google Maps-on, majd megnézzük. Ja. Megmondta, hogy egyébként van egy fészer is, van egy ilyen nagyobb melléképület, abban van egy jármű, amit a haverja készített oda nekem, hogy majd nagyon fogom tudni használni ezen a környéken. Nem olyan túl nagy falu, és ezen a környéken pont jó lesz. Hát bízok benne, hogy valamilyen munkagép, aztán akkor azt nem kell vennem, mert szerintem munkagép lesz mindenképp. Itt vidéken milyen járművet használna mást az ember, nem igaz? Ezek mit száguldoznak? Itt mindenki annyira sietős. De azért milyen, én vagyok itt ez a 34 éves Volkswagen Golfa. Mindenkinek ilyen nyugati autója van, de jó világ van itt. Vagy meg a napraforgót rajt hagyták, lol. Na, itt kell elfordulnom azt, hogy... Nem, hogy itt kell elfordulni. Ja, jó ideg van, a fűtéssel valami jó ebben a golfban, azért kéne szednem a műszerfalat. De BBS felni, az kellett rá, de a vezérlést azt nem cserétem. Mindegy, jó van, valami lesz majd. Na, azt mondta egyébként, hogy az autó szerelő műhelyen szemben, mi ez, nem ez? Autókereskedés? Ez lesz az. Zetor felirattal szemben lévő épület azt mondta. Akkor itt lesz az valamelyik. Ez az. Melyik az? Ez csak ez lehet várja? Gyerekek. Hát ez a golf, ez nem nagyon szeret itt a... Nem nagyon szereti a navat. Na menjél már! Ennyi van, teszek vissza egyet, egy fokozatot. Nagyon nem merem pörgetni, mert a vizem is fönn az egekbe, annak ellenére, hogy tél van. Nem tudom, mi lesz itt. Na, ez nem tűnik valami hatalmas kecónak, biztos ez az? Jó, meg a KPM se jár. Mindenhol le volt tolva az út, csak az én kecómnál nem. Még ennek kell lennie. Majd megnézzük. Ez lesz az, majd mindjárt kiabálok. Mik a pusztulat környék? Ez tényleg itt a falu vége, vagy mi van? Jó, legalább letiportam az utat, nem igaz? Ez lesz az tényleg. Várj, lekapcsolom a világítást, mert lemerül a laksém, akkor megbolondulok még ráadásul. Itt az az igazság, hogy azt hiszem, hogy ennek kell lennie. Hát mondták, hogy a Monazetor, hát ez konkrétan pont szembe van. Zetor feliratta szembe. Ez lenne az. Halló! Van itt valaki? Bazzen, még a varjak is itt izé. Nem úgy tűnik, mintha nagyon járna volna itt valaki, legalábbis a hó.
Csak én tiportam le. Jó, menjünk, körülnézzünk. Mondta, hogy van egy melléképület, meg van maga a farmépület, amiben ugye tudok lakni. Ez gyanús nekem, na. Jó napot! Hát itt szerintem a modár se járt. Nem volt, biztos, hogy nem volt itt előttem senki. Nincs egy árvanyom se. Itt a farm, itt van a izé, fészer, mondta, hogy fészer is mellette meg a... Mondta, hogy a WC az ilyen különálló. Jézus Úristen, most nem mondod. Ez lenne az, ezt nem mondod. Ó, basz. Ó, Jézus Istene. Na hát ezt az asszonynak nem szabad megmondanom. Még az ajtó is nyitva van. Hát pedig ez az. Ó, a francia sem bele. Na hát ezt az asszonynak... Ó, ezt a videót nem is tudom, hogy felmerjem a tölteni, mert az asszony meglátja, hogy mit vettem. Akkor is hogy lecseszett, amikor annó megvettem azt a jó drága farming szimes Logitech kormányt. Annyira megvoltam érte őrülve, amikor még gameplay videózta. Na hát ez sem volt egy jobb vétel, úgy látom. Na várjatok. Bocs, egy kicsit zavar vagyok, igen, meg nagyon szokatlan, hogy most ugye nem izé, nem egy játékban vagyok, hanem ugye a valóságban, és egy kicsit szomorú vagyok, hogy 651 euróval eljöttem otthonról, és itt vagyok. Beteszem azt az ajtót, legalább meg tudjak melegedni egy kicsit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen járművet készítettek ide nekem legalább. Amit tudok használni egy ilyen kisebb településen. Na. Jó, hideg ez a vas, na. Most ezt nem mondja komolyan. Hú, jaj, ezt is elújságoltam az asszonynak, hogy van egy jó jármű is elvileg. Itt ez... Villany, jó van, villanyunk. Ez, úristen, hát ez eszi a rozsda. Ezt se tudom tekerni. Na! Indulj már meg! Ó, a rossz se vegye meg. Jó, van, működik. Ó, lapos a gumi, minden szar van. Te édes Istenem! Most ez komoly? Ez volt ez a nagy dolog? Ki a szart csinálják? És már biztos vissza nem adják a pénzem. Mi valaki... És nagyon jót röhög rajta. Se szomszédom, semmi. Mondta, hogy nyugodt környék, de azért annyira nem gondoltam, hogy nyugodt környék. Vannak fák. Itt van egy utánfutó, gondolom az előző tulajit hagyta. De ma nem köllök neki, van egy kis fa. Hát nem tudom, várjatok, bejárok a golfa, még a végén ellopják. Nem tűnik a legjobb környéknek egyébként ez nekem. De behozom legalább a golfot, aztán addig átgondoljuk a helyzetet. Csak mit fogok mondani az asszonynak? Az asszony úgy tudja, hogy... Azt mondja, hogy tudja, hogy egy nagyon jó kis farmot vettem. Remélem, hogy nem kér róla a képet. Meg remélem, hogy ezt a videót nem nézi, meg nem nagyon szokta nézni a gameplay-jeimet se, hál' Isten. Meg nem tudja, hogy így elkezdtem ilyen vlogot csinálni erről az egész kalandomról. Ó, jaj, hát akkor meg fog ölni. Aj, de hideg ez a kilincs, arra se megye meg. Fú, ez a kormány is. Olyan hamar kiülnek ezek a régi verdák. Járjunk be. Miből fogok én itt pénzt csinálni? Meg mi? Úristen, miből fogok én itt pénzt csinálni? Várjátok, elő kell vennem ezeket a farming szimulátoros tapasztalatokat, amiket szoktunk. Vagy mit szoktunk csinálni régen? Farming szimulátorban mit szoktunk csinálni? Fát szoktunk vágni. Csak nincs a fűrészem se. Hát hitelt itt biztos, hogy nem kapok, azt felejtsétek el. Hát jó, a golfot meg nem fogom eladni. Hozzá se tudok menni, ahogy van. A golfot nem adjuk el. Várjátok, majd átgondoljuk mindjárt. Mégis mi lesz. Boruljunk föl, mi? Boruljunk föl. Nyomunk egy rükit. A golfot nem adom el, most vettem rá a BBS-eket.
Gyerekek! Biztos jót rögtök, ha maradtam volna inkább a Farming Simulator videózásnál, mint hogy nekiállok itt. Nekiállok én itt a valóságba. Benne tolassam a tükröt, már egyszer letolattam. Pont ugyanilyen időszak volt, még emlékszem, a garázsba. Lendületből akartam följárni, hát nem sikerült. Úgy lecsaptam a tükröt, még a szomszéd is átjött. Ez halál komolyan, gyerekek, ez így volt. Na jó van, oké. Világítás le. Jó, szálljunk ki. Jó van, ez legalább jó, mert lekapcsolom az áramot is. Na. Lámpát, nem, nem tudom, hogy mennyit. Ó, felhagytam a világítást. Jó. Rendben van, hát ez a bicikli jó van, hát ez maradjon itt. Nem tudom, miből tudnék pénzt csinálni. Jó, legalább kitiprom itt a havat már lassan, mi? Meg kellene néznem azt a térképet, hogy egyáltalán mi van itt ezen a... Mi van itt ezen a kecón? Térkép, térkép... Még jó, hogy van internet legalább. Na, Google Maps. Hol is, hol is, hol is, hol is. Akkor elvileg, itt jöttem be a faluba. Itt van a bomb. Ja, itt vagyok, jó van, itt az én kis telkem. Jó, jó nagy falu. Egy élmény lesz eltalálni, kár, hogy nem nincsen okos telefonom. Akkor lenne lett mindenhol. Na mindegy. Ki kéne találnunk, hogy honnan szerzünk pénzt, gyerekek. Milyen érdekes, hogy most izé, nem egy gameplay sorozatban vagyok, attól mindig olyan könnyű volt. Mindig olyan könnyű volt. De hát itt nem is ismerek semmit, meg senki. Várjuk, mit tudnék eladni? Ne tudnám adni a golfot. Eladjuk a golfot? Nem, mert nem adom el. A golfot miért adnál? Dehogy is. Nem adom el a golfot semmiképpen. Nem tudom ezt a raklapot. Eurós raklap. Mennyi? 1500? Vagy mennyibe kerül? Hát a fákat kellene kivágnom. Farming szimulátorban mindig ezt csináltam. Úr, Isten, csak az asszony meg ne tudja, hogy mit vettem. Az asszony, ezt a kerítést, hogy nem tudom. Ezt a kocsit eladja. Nem, nem, hasznosítani kellene ezeket a dolgokat. Láttam itt valahol bálákat. Itt vannak ezek a bálák. Van bála. Van bálám. Meg itt láttam hátul pár kuglifát. Hát maximum fagyoskorok egy kicsit. Ezt a pár kuglifát és el tudnám adni. Hát hogyha... Telefonom van. Az asszony lesz. Na. Szia, drágám! Megérkeztem, szia! Megérkeztem, itt vagyok már a tanyán. Nem is olyan rosszám, tényleg jó, ahogy mondta a kereskedő, vagyis a haverja. Jó, egész jó. Az utam? Ja, hát képzeld, itt már leesett a hó. Aha. Nálunk pezzeg nem volt. Ja, ja. Ja, hát a kocsi bírta, igen, igen. Egyébként képzeld, a fészerben valóban találtam egy járművet, amiről beszélt a kereskedő. Nem is. Szerintem simán fog menni minden, igen. Gyerekek jól vannak? Igen, igen, jól vannak, hál' Isten. Jól van. És akkor mi lesz a terv? Hát, akkor... Nem tudom most, mikor tudom küldeni a pénzt, majd fölhívlak, jó? Hogy azt, hogy mikor. Jó? Kicsit összeszedem itt a hely dolgokat, aztán akkor majd jó, majd küldök képet, hogy milyen jó ez a ház. Van egy fürdő, meg kettő szoba, jó különben. Jó. Jó van, majd küldök, csak nem tudom, hogy olyan furcsa itt az internet, azt nehezen tudom elküldeni. Na, jó van. Örülök, hogy hívtál. Jó van. Szia. Szia. Szia, szeretlek. Szia. Puszi. Úristen. Hú, gyerekek. Képet küldjek, ez jó van. Nem jó az internet, nem tudok küldeni képet. Ajjaj. Úristen, mekkorát hazudtam neki. Csak ezt a videót vissza sem nézze, nem ismer, nem tudom, mert fölmerjem-e tölteni.
Gyerekek, rendesen remegek, komolyan mondom. Jaj, jaj. Csoda, hogy nem kérdezte meg, hogy mikor küldöm a pénzt. Ismerem ám a fajtáját. Na, jó van. Meg kellene nézni akkor ezt a térképet még egyszer, hogy esetleg van-e itt valaki, aki megvenné a fát. Hú, Istenem, nem félek az asszonytól, de most, hogyha ezt elmondtam volna neki, hogy ennyire szar a helyzet, hát letépte volna a fejem. Na, akkor meg kell nézni, hogy. Aha. Melegház. Van itt egy melegház éjszaka. Mi az? Mi az? Melegház. Gabonavalon. Kolónia. Kolónia? Az milyen kolónia? Pékség. Ács. Ó, van egy ács itt a környéken, itt az Y-elágazásnál. Aha. Itt a templom. A templomban szembe van egy ács. Azt lehet, hogy meg kellene néznem, és akkor talán megvenni a fát. Ezt fel tudná használni valami, hát mondjuk nem sok épület feljön ki, jó, rövidek, de talán. Nincsen valaki esetleg, aki még megvenné? Törmeléktől, mészállomás. Jármű volt. Jó van. Tejtermék. Pékség. Megpróbálom ennek az ácsnak elvinni azt a fát. Lehet, hogy azt kellene csinálnom. Most azon agyalok, hogy meg kellene próbálnom, hogy egy darabot, hogy megkérdezni tőle, hogy megveszi-e. Azt a kíváncsi vagyok, hogy megveszi. Nem nagyon merem pazarolni az üzemanyagot, mert még lesz arra még szükség, megpróbáljuk a biciklivel. Leviszek egy darabot, aztán megnézzük, hogy megkérdezzük tőle, hogy megbeszélje meg egyáltalán nyitva van-e. Próbálok. Ugye fölspanni feladom erre a biciklire. Jó, megkérdezem. Meg kell kérdezni, muszáj lesz. Na. Jaj, ebben a nagy főben nem nagyon akar menni. Itt már jó, itt már letiportam. Jó, meg elmegyek. Merre kell menni? Úristen, meg se jegyeztem. Balra. Balra, merre jöttem, és ott volt valahol a templom, ugye? Hú, basszus. Na mindegy. A templomnál van valami ács. Oda megpróbáljuk megmondani, hogy mi a helyzet. Kíváncsi leszek, talán. Talán, hát igen, a Farming Simulator 19-ben, amikor játszottunk annó, meg a 22-ben is. Miután megvettem azt a kormányt, az asszony, mindig eszembe jut az asszony, csak az asszony meg ne tudja, mekkora hülyeséget csináltam. Akkor aztán kikapok. Az van mozgolódás azért. Járnak itt a faluba. Ja, itt, úgy. Ó, a bicikli. Na, hogy jöjjön valami. Na, ez a bicikli végén még nem is hülyeség. Édes Istenem, milyen hülyeséget csináltam. Igazából ezt a, szerintem ezt nagyon átcsesztek. Itt van a méhészet, amit láttam. Na, szépen óvatosan eltekerők. Kicsit hideg van a biciklin, de spórolni akarok az üzemanyaggal. Egyébként szép ez a táj. Ó, minden csupa fehér. Merre kell mennem? Balra kell mennem? Vagy jobbra kell mennem? Ó, milyen jó gurul a bicikli lefele. Csak de hideg van itt. Hú, egy kézzel fogom csak a korvájt, mert. Jaj. Na mi van ma? Mennyien vagytok még? Ezek biztos sorompót kaptak, vagy nem tudom elképzelni. Vagyek itt a szélén aztán, akkor talán nem lesz jó. Lefelé lehetően egy kicsit könnyebb volt gurulni. Na, megkérdezem ezt az ácsot, hogy megvenni ezeket a fákat, meg meg.
Aztán akkor lehet, hogy nem tudom, hogy mennyi pénzt tudnék ebből összeszedni. Hát ebből hogy fogok én egyáltalán valaha is, bármilyen gépet venni, ugye az a terv. De hideg van. Januárba kellett ide jönnöm. Itt a templom. Itt a templom. Meg kell tanulnom ezt a falut, mert csak ugye a lakókocsiban van internet, úgyhogy nem tudom megnézni a térképet, ahol itt a temetve. Látom, kijöttek. Lehet, hogy aki karácsonykor nem tudott kijönni, az jött ki most, ugye? Hát legalábbis gondolom. Jó van. Itt lehet valahol. Itt néztem ugye az ács. Valamerre itt lakik. Remélem itt van. Begurulok ide. Hoppá! Jó, még jó, hogy a biciklizés nem lehet felejteni. Szokták mondani, mi? Na, jó van. Stand van. Nem a port! Halló! Mi a szó? Mi az autószerelő műhely, vagy micsoda? Jó nagy hó van. Ah. Ez mi az a hang? Jó napot, jó napot! Na. Ide rakjam ki? Rendben. Megnézzük. Hoztam egy rönköt, szeretném eladni. Nem tudom. Itt van, itt van, itt van, nézze meg. Amennyit elérte, annyit elérte. Nem gond, jó lesz az. Na. 76 euró. Jó, nincsen semmi baj, rendben van. Na, jó van, az öreg bénfószer. 76 eurót ad egy rönkér, az már nem olyan rossz. Ne kellene hoznom az összeset, bár lehet, hogy nem biciklivel kéne. És a forgalom van itt, komolyan mondom. Ha mindenki ilyen nyugati autóval megy, azért Csehországban, igaz, nem kóbaszból van a kerítés, de megkapaszkodok itt. De hideg ez a tábla, az a nyúristen. Na, jó van akkor. Meg kéne mennem arra is körülnézni. Kíváncsi lennék. Kicsit körülnézek. Ott van egy őzgida. Na. Biciklizik, biciklizik a kíper. Jó hülyének néztek Farming Simulatorba. Mindig csináltam a izét, traktoroztam, meg minden, azt itt meg biciklizem. Jó napot, jó napot. Nagyjából istene. Mi van erre? Ez a nagy földes út? Nem, fölmegyek erre. Mondjuk itt fötekerni. Annyi már, na. Úgy. Úgy. Még azt hiszik, lopni jöttem, mi? Meg volt fagyva az alág? Ezt a betyárlést. Ja, várjál. Hülye vagyok, ez... Úgy látom, hogy ez valami... Ez egy udvarba jöttem be, én hülye. Azban mindjárt ki... Tényleg mindjárt kidobnak innen. Csinálom itt a hülyeséget. Na jó, menjünk hozzá, aztán akkor hozzuk el azt a pár rönket. Bemegyünk, kimádkozunk egyet. Keeper lelki üdvér. Hogy jó legyen a termés. Milyen termés, bazza? Farming szimulátorban nem volt ilyen gond, hogy izé aratni, vagy nem is tudnék vetni. Jó, itt gyorsan átsúlyunk. Ja, nem is tudnék vetni, bazza. Farming szimulátorban könnyű volt. Emlékszem, amikor csináltam a Farming Simulator 19-ben az 1 milliárd euró kihívást. Aztán régi szép idők, mi? Azért ott egy kicsit könnyebben oldotta meg a keeper. Folyamatosan termeltük a tojást, mennyi tojást izéltünk, mennyi tojást termeltük. Hát, hogy valóságban is ilyen egyszerű lenne, mi? Meg milyen, ilyenkor jön rá az ember, hogy azért a farming szimulátorban mennyivel könnyebb, mint a valóságban. Hát nem kell izé, nem tudok például teleportálni semmi. Igen, azért nem ugyanaz. Meg az nem kellett a lejtőn fölfele tekerni, azt arra se vegye meg.
Az asszony meg fog őrni, hogyha rá fog jönni, hogy mégse egy kettő hálószobás, fürdőszobás farmházat vettem Csehországba. És nem egy csodálatos hiper-szuper munkagép várt a fészerbe. Hát farming szimulátorban lennék itt, milyen komoly időt. Mert tudtam volna venni 8 földet, nem? Meg kéne nézni a kínálatát is a... Ez valami autószerelő műhely is, nem? Mármint nem csak ilyen kereskedő, hanem valami műhely is. Érdekes. Itt a főnök Audi, ami. Na jó, mindegy, menjünk be. Ezt leviszem azt a fát. Meg kéne adnom mindent, amit el tudok. Nem is itt jöttem be a lebbi, ja, itt van egy ilyen izé. Ilyen behajtó. Hát jó van. Okay. Lenne ilyen arkozott hideg. Hülye helyre jöttem, nem erre kellett volna. Kerülgetem itt a dolgokat. Szép környék egyébként. Az meg mi a szar, várja? Hát ez meg mi a francot keres itt? Itt egy marbongarna. Mi az a hang? Itt... Mi ez a hang? Valami, mint hogyha... menne, vagy nem tudom. Van itt egy marmonkarna, ezt vigyük már be. Tele van. Legalább van egy kis üzemanyagú. Jó. Na, rendben. Jó lenne venni egy lapátot, eldobni itt a... Lapátot, úristen? Lapátot. Még örülök neki, hogyha rebahalok éhen ma. Még nem fogyok meg a télen. Na. Betekerünk. Na, jó, hogy itt vagytok velem, srácok. Olyan magányos lennék, mint az ujjam, hogyha legalább ti nem lennétek itt, mi? Még szerencse. Na, ide állok a biciklibe, ide támasztom. Ide rakjuk Straddlerre. Ej, kapas fel, jó, vagy oké. Így, jó. Rendben van. Jó van, ott vagyom a marmonkannát. Igen, akkor ki kéne járnom a golfal, aztán itt van az utánfutó ezzel, akkor be tudnám ordani. Jó, azt csinálom, srácok. Remélem nem merült még a kamera, ugye? Nem merült. Na, jó, hideg lehet már megint benne. Oké. Okay. Slusszkulcs, hova tettem a slusszkulcsot? Igen. Próbálok betolatni oda. Kéne nézzem, onnan tudok bárni. Adjuk sebességbe. Be tudnék tolatni? Aha. Talán be tudok tolatni. Jó. Zajárunk, vagy? Hey, hát ez elég meredek. Ajaj. Az. Félek, hogy elértük a kerítést. Kilököm ezt a csodálatos kerítést. Ez úgy nem lesz jó. Ráállni rendesen. Minél kevesebbet kell húzkodnom azt a nagy kotlát. Ugye kiszállok, megnézem, hogy mennyit kell megvennem. Ahogy meglökjem. Aha, ugye jó volt. Egy kicsit balra. Meg egy méter hátra. Úgy, sok is sok!
Sok lett, mi? Na, innen fel tudom ugratni rá. Jó. Állítsuk meg! Na, oké, sluszkulcsot benne hagyom, nem tudom, nem, valószínűleg nem lopják innen, nem mi? Jó, ezt el kellene akkor ezt paterolnom. Odébb állok. Na jó, hogy itt az utamfutó, különben biciklire hordanám. Ja, benne a kulcs, jó. Jó, össze van fagyva. Halló, gyerekek, bocs, hogy nem beszélek sokat, de egy kicsit most nagyon szokatlan nekem, meg egy kicsit el vagyok kámpi sorodban, főleg az asszony is itt pont hívott, aztán hazudnom kellett neki az ügybe, hogy mégis nem úgy zajlanak a dolgok. Még az a baj, hogy rövidesen kell küldenem neki a pénzt. Még nem nagyon kérdezett rá, csodálkozok rajta, de nem tudom, biztos, hogy kell küldeni neki. Nem tudom, hogy mennyi pénzt követel tőlem most kapásból. Hát nem követel, de elvárja, tudjátok milyenek a nők. Azért körek érted. Úgyhogy nem sokára utalnom kell. Szerintem egy hetet, hogyha bír, akkor csoda lesz. Egy hét múlva biztos, hogy elő fog állni az utalással. Hogy már jó lenne. Mert körül az új cipő, meg minden, persze. Mert összeveszem mindent. Aztán állnak a címkés ruhák a szekrénybe. Komolyan. Olyan ruhákat szoktam látni, azt jövőben megkövenni. El kell menni a jövőben, a Biancóba, a butikba el kell menni, azt megkövenni mindenképp a ruhát. Nem számít, én meg itt rakom jégbe a fát. Mindegy. Ez van, ez vállalt az ember, nem igaz? Ne nősüljetek meg soha. Azt mondom nektek, soha ne nősüljetek meg. Jó, már remélem a golf kibírja. Mondjuk ez fenyő, ha jól tudom. Az izében jobban megkülönböztettem. Farming szimulátorban mi. Jó, hát a farming szimulátorban tényleg tök jó el voltam, de egy valóság az más. Mert oké, hogy Fateros traktoros volt, tudjátok. De jó, nekem nem annyira kell kivennem a részem az ilyen munkából. A farming szimulátoron kívül én nem... majdnem a lábamra. Farming szimulátoron kívül én valóságban nem azértem, nem. Nem dolgoztam ilyen munkát. Au, de megbotlottam. Még jó, hogy van ez a fa. Ezt legalább be tudom adni, vagy nem tudom. Ugye még kéne felraknom rá. Pont nem fog felférni? Valahol van, remélem, spanifer. Kocsiba azt hiszem, hogy hagytam spanifert. Oj, a lábam. Megnézem a kocsiba a spanifert. Hátsó ülés. Oké, megvan, jó van. Lekötözöm aztán akkor. Pakolok még ide erre felére. Jó, azért a farming szimulátoros tapasztalataimat tudom hasznosítani. Le kell kötözni, és akkor közben tudsz majd rakni rá még. Megpróbálom felpakolni az összeset, bár remélem, hogy a golf bírja. Megkezdünk rúgni itt a hóba, akkor ez nem lesz egy baráti dolog. Nagyon szokatlan, tényleg szerencsé, hogy elhoztam ezt a kamerát, aztán legalább hozzátok tudok beszélni, mert ez így... Elég olyan ijesztő lenne ilyen. Elég olyan ijesztő lenne így egyedül. Amíg ezt felfér biztos. Ha nem, akkor berakom a John tartóba. Bár nem szívesen, mert ott benne van a mély nyomó. Hát... Még jó, csak nehogy az azt, hogy el akarja jönni egyszer majd ide idejönni. Nyaralni. Vagy valami. Akkor az úgy érdekes lesz.
Úgyne. Jó, lehúzattam, rendben van. Na, menjünk. Hol a kulcs? Miért benne vagyok mindig? Jó, fa. Felejtettem, bocsánat. Na, induljunk meg. Ezt a férő. Jó. Ó, jó, meg vagyunk ragva. Szegény golfosra se erre tervezték, apa. Ennyi fát húzzunk. Azt a betyár. Elég félelmetes. Nem is látok ki hátul. Középső tükörbe csak a izét. Nem tudom, ti látjátok-e már, mint hogy a GoPro az mennyivel van fejem fölött. Hát én pont kilátok itt a középső tükörbe, és látom a lekötözött fákat. Na, nyomjunk egy kettest. Nem gép, hanem bírja. Német technika. Bár aztán lehet, hogy valaki tök jót adnának itt Csehországban ezért a golfért, aki szereti az ilyen retrós jellegű dolgokat. Na, meg vagyunk minden? Jó, van, jó lesz. Na. Oké. Itt kiveretünk. Jó, meg szerencsé, hogy itt van az ácsa környéken, ugye? Környéken. Jó, ez legalább tudom, az ácsot a szóval. Szépen, nem nagyon akarok kapkodni. Ott látom, hogy izeg mozog mögöttünk, ez a potki utánfutó pattog. Okosan, óvatosan. Nehogy meglökjön minket, főleg itt a keresztüzülésbe. Lehet, hogy jeges az út egy picit. Okay, index. Nagy ívbe. Oké. Okay. Na, itt meg négyes merek már neki kapcsolni. Jó lesz. Na, szépen betoltok az udvarába, megpróbálom. Lehet meg kéne fordulni, hogy ne itten szenvedjek a... Elsőbség az eskötelező, jó, nem jön semmi. Megpróbálok betoltni. Lehet, hogy megfordulok, valahol megfordulunk. Szóval akkor onnan állunk be. Nem tudom, hol tudnék megfordulni. Na, csak lesz egy nagyobb hely. Oh, itt van egy ilyen főres út. Ide be kéne mennem. Nincs mögöttem semmi. Ja, talán még vala befér. Egyes. Ajaj. Jó, mindjárt várjál már! Ó, bazza. Valahogy megfordulok. Ó, a francessen bele! Hogyan tudok itt megfordulni? Komolyan mondom, most bejöttem ide. Most sem tudom, hol vagyok. Ugye bemegyek ebbe az udvarra megfordulni. Van itt valaki? Á, biztos lecsesznének. Várjál, itt kimegyek ide. Valami van itt ilyen bas. Hát ez jót tesz a golfnak, kösz. Már megbántam, hogy eljöttem ide. Jó van, oké, legalább sikerült. Majd vadulok, nyomok egy kövér gázt már kinomba. Azt bírom, hogy hogy száguldoznak itt, te Isten. Azt hittem rendőrautó. Meg itt jön egy tag.
Meg remélem nem ez lakik itt. Megkérdezi, mi a szart keresik itt ebbe az udvarba. Menjél ma! Ó, jó van. Rengetsz, kösz, rendes vagy. És közben jönnek az autók, bocs. Hello, hello, jó napot! Bocsánat! Kicsit ideges vagyok. Na. Index másik irány. Megpróbálok, inkább bemegyek így. Jó lesz ez így. Megpróbálok, kell fordulni. Ide rakom neki. Úgy látom, nincs itt hol. Na, nézzük. Jó, le kéne dobni. Azt hiszem, hogy le kéne dobni. Spanifereket felengedjük. Nincs itt hol, nincs itt hol. Van a lényeg. Talán az asszony itt hol van, az majd kifizeti. Hely, ez salában van a persze. Ide rakom neki szépen sorba. Nem tudom ebből mit csinálom, gondolom lehet, hogy ilyen izét is. Ilyen asztalos ipari termékeket. Bútorasztalos ipari termékeket is csinál szerintem, mert ebből mondjuk tetőfát nem igen köreki készíteni. A maximum, hogyha összeragazgatja, nem? Nehogy leverjem a golfot, így is kapott, már bementem abba a susnyalára, meg sem merem nézni. Csak a küszöböket meg nem nyomjam, egyszer csináltam olyat, hogy így haver vittem haza még a Ventóval. Aztán megkért, hogy vigyem haza, aztán haza vittem, és mondta, hogy megfordulhatok, nyugodtan ilyen füves udvarjuk volt. És képzeljétek el, hogy a... Volt egy ilyen valami betondarab, amelyik itt tök kiállt az udvar közepén. És nem vettem észre, és hogyha fordultam, ott a baloldali küszöbömet megnyomta. De ilyen tök durva. És akkor azt tudtam csinálni, mivel ugye akkoriban meg főleg nem tudtam hegeszteni, most se nagyon tudok, hogy kigletteltem azt a nagy horpadást. Igen, a zöld Ventó volt, tudjátok. Akiből kiglettelte a keeper. Ja. Na. Csókolom! Kifizetné a pénzemet? Ó, jó van. Jó van, le is vitte. Oké, be is voltam már. Az öreg ez egy szemfényvesztő. Ja, itt van, aha. Ó, mi ez? Itt egy játékautó, de jó. Na. Udva egy hely ez is. Valahogy ki kellene tolatnom. Mert különben... Nem tudom, hogy az hogy oldam ezt meg. Ki kéne okosba tolatni. Rüki! Hát ez egy, nem lesz egyszerű. Valaki irányítaná, az lenne jó. Csak az ugye nem fog megtörténni. Előre. Rüki. Húzzuk előre. Igen. Hát, nem szeretek tolatni egyébként, sose szerettem izével. Utánfutóval, megmondom őszintén. Soha nem volt a kedvencem. Hát most vagy jön valami, vagy nem jön valami, nem tudok mit csinálni. Kitolom. Kitolom, aztán valami csak lesz. Ó, ott itt álltál meg. Csak remélem nem tolattam meg, vagy nem megtolattam meg, ugye? Jó? Ó, te is.
mindenem jó fel lesz, de... Most jó lesz. Nem jó! Nem megy ki. Ó, már megint rossz felé! Jó lesz az. Nem lesz jó! Hú, közel jövök ennek a... Ez a kerítés az. Még a Farming Simulatorban is jobban tolatta a bindit lol. Jó vagyunk, oké. Okay. Jó, bocsánat, megyek már, elnézést. Bocs. Muszáj volt kijönnöm. Nyomjuk egy kettes, mert majd itt a seggemben vannak ezek, oké. Okay. Van 1800. Ó, a rohadt életbe törd össze a kocsit. Meg ott a szemben lévőt is. Az a legjobb, amikor a szemben lévő majd ide vágja nekem. Jó, húzzunk neki. Nem nagyon meleg fesztelni, mert szerintem csúszik az út rendesen. Jó van, ezt eladtuk, ez már egy jó dolog. Kezdem ismerni a környéket. Ja, az ácsot is, mert tudom, hogy hol van, nem igaz? Nyomatékból, alulról húzzon. Jó van. Mindig rossz helyen jövök be, hogy nem? De nem, nem, jó, jó helyen jövök be. Na! Megrugassam itt a hóba? De élem! Rúg, mint a disznó! Padaroljunk egy kis üzemanyagot! Rugassuk! Állj, kirakom üresbe! Pörget. Egyes. Rugál végig a verda. Azt a vegyem. Jó van. Kis élvezet is legyen. Jusson nekünk egy kis élvezet is így a végére. Megfordulok vele. Így. Jó. Nem be van. Üres kézifék. Gyújtás le, világítás ki. Na, végigrúgattam itt a izét, a gyöppöt. Hóba azért tud ez is rúgni, nem igaz? Na jó van. Egyébként az első bejelentkezésem szerintem ennyi volt. Megpróbálok pénzt keresni még. Mert nem tudom, hogy a bálát azt el tudnám-e valahova adni. Nézzük meg a laptopomat. Ah, itt a térkép. Milyen? Ez mi ez? Állatkereskedő. Azt nem tudom, a bálákat vajon megvennék-e valahol. Transpool, biomassa, nagy melegház. Hol vehetnék meg? Gabona malom? Miltrans? Nem tudom, hogy valahol megvennék-e. Ő? Siló. Kolónia siló. Fűrészmalom. Itt is biztos megvették volna a fámat. Megblomex. Kolónia. Vasútállomás. Na, szuper. Akkor az első bejelentkezés ez volt. Mindjárt fogom, aztán feltöltöm. És akkor várlak benneteket még itt a... Igaz, hogy nem farming videó, de talán élitek. Meg igazából nem, nincsenek nagy gépeik, jaj. Hogy végigrúgattam itt is ahova. Jó koszos ma a golf. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek. Sziasztok! Ha asszonynak nem áll megmondjátok, hogy valaki elküldi azt a videót az asszonynak, ki fogtok kapni. Sziasztok!